Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Megvan a GTA 6 trélerének a bejelentési dátuma. 2023. december 5-én a magyar idő szerint 3 órakor kapjuk meg az első trélert. Addig is menjünk vissza a múltba, hiszen az egyik leghíresebb GTA rész szerintem a Vice City. Erősen merít a Miami Vice hangulatból, a legjobb 80-as, 90-es évek filmjeiből, és remek zenét rittyentettek alá a rockstáros srácok. Ha tetszenek a videóim egy ilyen pici csatornának, mint az enyém, rengeteget tudsz segíteni, ha lájkolod a videót, ha hagysz egy hozzászólást, és feliratkozol a csatornámra. Na tegye fel a kezét, aki megőrült a kis helikopteres küldetéstől. Vágjunk bele, srácok! GTA Vice City. A történet 1986-ban Vice City-ben játszódik, mely Miami városán alapul. A Vice City először 2002. november 8-án jelent meg Európában a PlayStation 2-es konzolra, majd 2003. május 15-én PC-re, 2004. január 2-án pedig Xbox-ra. A játékból már a több mint 17 millió darab kelt el. A játék egy Miami-ra nagyvonalakban hasonlító fiktív városban, Vice City-ben játszódik. A város két nagy szigetből áll. A játék főszereplője a börtönből frissen szabadult Tommy Vercetti, aki Liberty Cityből a Forelli család utasítására utazik délre, hogy új üzleteket bonyolítson le. Első komoly feladata, hogy átvegyen egy nagyobb adag kokaint, ám az üzlet kudarcba fullad. Fegyveresek ütnek rajta a találkozón, és hirtelen fontosabbnak tűnik Tommy számára, ha a pénz és a kokain helyett az életét menti. Miután elmondja a baklövését Sonny Forellinek, megbízója óriási haragja gerjed. Tominak két választási lehetősége van. Vagy visszafizeti az elvesztett pénzt, vagy meghal. Később megpróbálja kideríteni, hogy ki lehetett a felelős ezért a fiaskóért, még mielőtt megérkezik a Forelli család vezetője északról. Tommy Vercetti először pár száz dollárokért piszkos kis ügyleteket vállal el, kezdetekben Juan Cortez nyugalmazott katonatisztnek, aki bemutatja a város legnagyobb drogbárójának, Ricardo Diaznak, akit meg is véd a haitiaktól egy kubaiakkal kötött ügylet során. Ezek után Tommy Diaznak dolgozik Lenszel együtt, aki rájön, hogy Diaz felelős testvére Viktor haláláért. Miután Tommy elvégezte a Diaz által kiadott feladatokat, Everick Harringtonnak dolgozik, ennek révén a bandaháborút szít a kubai és a haiti bűnbandák között. Lensz azonban képtelen arra várni, hogy Tommy beférkőzön Diaz bizalmába, ezért rajta üt célpontján, de elfogják, és Tominak kell megmenekítenie. Ezután a két gengszter sikeresen elfoglalja Diaz villáját, a drogbárót megölik embereivel együtt. Ezután Tommy szép lassan elkezdi a tulajdonok felvásárlását, az üzletek függésébe kényszerítését. Ennek révén Tommy kirabol egy bankot Little Havannában, szertesz egy nyomdacégre, taxistársaságra és még sok minden másra. Tommy segít a kubaiaknak és vezetőjüknek, Umberto Robinának a haiti bűnbandák legyőzésében, ezért Umberto családtagnak tekinti Tomit. Azonban Sonny egyre türelmetlenebb, és ezért fenyegeti a főhőst, majd behajtókat küld a városba, hogy adóztassák meg Tommy cégeit, de Tommy lemészárolja őket. Végül Sonny is megérkezik a városba, akinek Tommy hamis pénzt akar adni, de kiderül, hogy Lance egy áruló, aki kezdetektől fogva Sonny embere. Valamint az is kiderül, hogy Tommy Sonny miatt ült 15 évet, mert csapdába csalta őt Harwoodban, Liberty Cityben. Ezután heves tűzharc alakul ki, aminek során Tommy először Lance-t, majd Sonny-t öli meg, így egyedülalomra tesz szert Vice City-ben, Cohen Rosenberggel együtt. A Grand Theft Auto Vice City grafikája nem a legszebb, és a megjelenés idején sem volt épp a legjobb, a készítők elsősorban nem erre fektették a hangsúlyt. De ez nem is baj, a játék így is mindvégig élvezhető maradt. A rádióban hallható zenék mind zseniálisak és nagy mértékben befolyásolják a Vice City hangulatát. Több olyan híres előadó együttes száma is hallgathatóak, mint például Ozzy Osbourne, Michael Jackson, Iron Maiden, vagy épp Frankie Goes to Hollywood. 9 rádióadó közül válogathatunk kedvünkre, rocktól diszkóig, diszkótól egészen latin jazz zenéig minden van. A PC-s és Xbox-os verziókba akár saját zenéket is tehetünk.
A küldetések előtti átvezető kisfilmek is nagyon jól megrendezettek. Minden szereplőnek megvan a maga személyisége és beszédstílusa, emellett gyakran feltűnik a fekete humor is, amire az amerikai társadalmat hivatott kifugrázni. A játék szereplőinek szinkronjai tökéletesnek mondhatóak. Sikerült a fejlesztőknek nagyon jó szinkron színészeket találni, akár csak a többi résznél is. A főszereplő Tommy Vercetti hangját Ray Liotta adja, Ken Rosenbergét pedig a szökésből jól ismert Bill Fichtner. Még a legapróbb szerepeket is neves színészek szinkronizálják. A küldetések nagyon izgalmasak. Az elején még igen könnyűek is, de a vége fele már nem lesz olyan, amivel vért ne izzadnánk. Emellett a változatosak, élvezhetőek és összhangban vannak a szereplőkkel meg a történettel. Többszöri végigjátszás után is szinte megunhatatlan tud maradni. Sokan felrúgták a GTA 3-nak, hogy a történet elég gyenge és keszekusza. A Vice City egy sokkal összetettebb, filmszerű történetet produkál, mely hosszú távon is élvezhető. A játékélményt és a hangulatot a fentebb felsorolt szempontok összessége adja, a történettel együtt. Így az egészet együttvéve egy nagyon jó, korrekt és élvezhető játékot kapunk. Aki még nem próbálta, annak érdemes megvenni, aki meg már játszott vele, annak meg érdemes újra elővenni. Köszönöm, hogy időt szántál a videómra. Ha tetszett, nagyon sokat tudsz segíteni, ha lájkolod a videómat, hagysz itt egy hozzászólást, és ha feliratkozol a csatornámra. December 5-én, magyar idő szerint, 3 órakor délután érkezik a GTA 6 első trélere, addig is nézzétek vissza a többi videómat. Sziasztok!